Végre egy szituáció, ahol jó, hogy van rajtunk maszk. Azt hiszem, tehát itt most azért vannak kemény szagok. Meg fogom kóstolni a 24. Csabai Kolbász Fesztivál győztes kolbászát, dorkát. Magyarán úgy, milyen kolbász királynak a kolbászát. Nem is kis kolbász. Ukrin Mihály vagyok, az idén életem Békés Csabán a kolbász király. A bölcsém is szerintem a kolbász készítő asztal mellett volt, mert rossz gyerek voltam, ordítottam, és volt, mikor nagyapám a cumimat a kolbász húsba dugta bele, hogy csendben legyen a gyerek, vagy szopogassa. Családi hagyományokat próbálok ápolni a kolbász készítéssel, mivel minden családnak megvan a saját fűszerezése. A disznótoroknak volt egy nagyon nagy összetartó ereje a családokon belül, mert annak idején a régi rendszerben minden hétvégén mi disznótorokban voltunk. Ugye a Mangalica nem csak a kolbászról híres, hanem főként a szalonnáról. Viszont én egyáltalán nem tudtam, hogy ez így készül. Mit lehet erről tudni? Mit látunk most? Le kell sózni. Egyrészt azért, hogy tartósítjuk, másrészt azért, hogy a testnedveket, esetleg vért, ha marad benne, azt kiszívja. Nagyon cukik ezek a kis malacok, de mennyi idő kell nekik ahhoz, hogy ideális méretet és súlyt elérjenek? Tehát, hogyha kolbászhúsra gondolsz, akkor legalább másfél év. Kilóban ez mit jelent mondjuk ez a másfél év? Mi az ideális súly? A két mása. Ránézve ezekre az aranyos kismalacokra, te a kolbászt látod már bennük? Nem. Hát én szerettem mindig az állatokat. Férfiak, húzzák itt előttem a mézes marzagot. Mit lehet tudni erről a jó kis friss kolbászról? Ezt tegnap este lett leszedve a füstről. Én a nyers kolbászt nagyon szeretem. Ledaráljuk, befőszerezzük, betöltjük. Egy napot szárad, hagyjuk szikkadni, és utána megy a füstre. Kuláré, az a sertésnek a végbél része. Akkor van dorka, ez a vakbél. Na, ő dorka, hogyha igazi, hosszú, vékony kolbászra számítottatok, akkor csalódást lehet, vagy éppen meglepetés. Ugye az azért így néz ki, mert hogy vakbélbe van töltve. Sertés vakbélbe van töltve. Legnemesebb szerintem, tehát a legfinomabb kolbász. Ez egy éves kolbász volt, tehát lassú érlelés. Érettebb a kolbászhúsnak az íze, ki van száradva. És mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy te vagy a kolbász király? Hát épp fügefát ültettem a kertembe, és azt hittem, hogy eldobom az ásat, tehát én nem is gondoltam egyáltalán erre a dologról. Miknek kell megfelelni egy kolbásznak? Hát az első a külső állaga, utána a megvágás, utána milyen a vágás felület, utána jön az ízlelés, hogy milyen az íze a kolbásznak. Finom, összeakva vannak az ízek, tehát egyik fűszer se érződik ki. Nem jön el a többit, a vágási felület mozaikos, tehát látszanak a zsír darabok benne, a hús darabok, és úgy egyben van az egész. Fú, de finom! Az disznósajt, a művérbe töltve. Ó, nagyon furán, ez a disznósajt. Sertés fejből van. Disznósajtot eszem, tehát én a dorkáért jöttem, és ide jutottunk. Nem tudnám. A disznófej, akkor nagyon finom, miért mondtátok el? Mik a legnépszerűbb kolbász alapú étel? Az első ilyen magyar étel szerintem a rakott krumpli. Igen, kedvencem. Nagyon imádom a babfőzeléket, lángolt kolbásza, a telegerendási szűzpecsenyvet megtöltve kolbásza, ez is egy nagyon finom és ízletes étel. Kolbászokban gazdag napot mi másra lehetne megkoronázni, mint egy kis töltött káposztával. Jó étvágyat! Jó étvágyat kívánok mindenkinek! És köszönjük szépen a vendéglátást! Csorog a nyálad!